Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm a nézőket és az érdeklődőket. Egy Hyundai kupét fogunk megnézni, itt a kereskedésünkben ugye az M3 autóparban vagyunk. Egy 2005. január 14-én forgalomba helyezett 2005-ös gyártási évű Hyundai kupénk van. Az alvásszámot jól meg tudjátok nézegetni. A járműben egy V6-os benzinmotor van, ami igen komoly lóerőt képvisel, rendkívül jól megy, élményautózást biztosít majd a gazdájának. Én már próbáltam, úgyhogy nagyon kellemes és jó vele menni, és majd megyünk még egyet vele, mert hogy majd ezt ugye nektek is látnotok kell. 26.9.30-ig van ugye műszaki vizsgája, hiszen most vizsgázott, és a kilométer számlálója akkor 141.054 volt. Velem van a stáb, Feri, Peti, Koncert, a kollégát, ők is mindenképpen akartak velem jönni egy próbaútra. Látom, van szervizfüzet is ott, úgyhogy hogy belenézzünk abba is. De először nézzünk bele a motortérbe. Meg itt megnézzük az elejét, úgy látom, hogy van kötfényszóró, nagyon szép tiszta lámpái vannak, és egy lak fekete a színű a járgányunk, szépen csillog. Azt mondja, hogy itt van a motorterünk, a V6-os benzinmotor. Cseréltek benne már vezérlést, ide föl is ragasztotta a szaki, amikor megcsinált a 112.714, méghozzá 2020 8. hóban. És akkor volt egy olajcseréje is az autónak, 5.30-as olajat, és megmérték a fagyállót is benne, 20-21-es volt benne a fagyálló. Hát ugye halljátok ezt a ketyergést, én meg tudok nyomni egy kis gázt, megy a ventilátor, már régóta itt járatom. Íme, az alvásszám oda van elrejtve, súlytábla, itt a Bovden ugye 2 darab, mert hogy tempomat is van benne. Rugagép rendesen, úgyhogy nagyon szépen megy. A járműben 6 sebességes ugye kéziváltót tettek ehhez a V6-os motorhoz. Ugye 3 ajtónk van, olyan szép forma tervezett a gépünk. Elől-hátul tárcsafék, ugye kumhó nyári szett, igen. Két dupla kipufogónk van, két hatalmas kályha cső a gépen. Minden le van papírozva különben az autóban, benne van a forgalmiába is. Alánézünk, akkor látjuk, hogy valamikor volt benne valami komoly zenebona, de már a kábelezése van csak itt benne. Pótkerekes, ott van a kerékkulcs hozzá, a EU dobozkája, elakadásjelző, minden hozzávalósi dolog megvan. Becsukjuk ezt a ajtót, egy szép szárny van itt hátul, ugye, és tiszta lámpái vannak itt is, egészséges állapotban a antennája az elektromos, tehát ha bekapcsoljuk a rádiót, akkor kijön, ha lekapcsoljuk, akkor lemegy, és a szárnyban van itt egy sor LED sor, a féklámpa felgyulladott is. Azt mondja, hogy megnézzük, hogy milyen a belsője. Elől és oldal légzsákos, és bőr, teljes bőrbelső, mint látjátok, ugye 4 személyes a gép, többen felesleges beleülni. Az autónknak ugye keret nélküli az üvegezése, azaz csak az üveg megy fel, nem találunk több fémet itt fölfelé, tehát ez is a sportosságát mutatja, ide pedig egy szép króm díszítésű kupé feliratú lemezke van fölrakva. Azt mondja, hogy a kormányunk is bőrbevonatú, egy piros folttal itt egy karikával a közepén, tudjuk, hogy hol a középállás. Tempomatos, mert ugye mondtuk, hogy ugye, vagy mondtam, hogy van benne ugye tempomat. 141.096-os óraállásunk van, van itt kipörgésgátló, ez szükséges is, magas sugárzó az ajtóban, elektromos tükör, elektromos ablak, és itt szemből pedig ülésfűtésünk van, és egy, nem tudom, ez CD-s, vagy valamit lehet benne, igen, ez CD-s, Blaupunkt, meg egy AUX csatlakozó van itt, és egy digitális automata klíma és a 6-os váltó, ahogy mondtam, kézifék behúzva. Nézzük, mi van a srácoknál. Hát ugye itt a gépkönyve, íme, és akkor van itt egy szerviz füzete. Ezt hát nem végigvezetett, de elég sokáig hordták szervizbe. 10 éves koráig, én úgy látom, 15-ig volt vezetve a szerviz könyve, addig írogattak bele. Gondolom, ott volt egy tulajdonosváltás, aztán elfelejtették már ugye márka szervizbe vinni.
és a legelső lapján pedig itt a alvásszámot szintén össze lehet hasonlítani azzal, amit nektek mutattam itt előbb. Mindjárt bekötöm magam. Sportos pedál, sor itt előttünk. Keresem a végét ennek a kóbelnak. Íme. Hát nem fogunk száguldozni, de csak egy rövid ilyen próbaút lesz. Annyit tudunk csinálni még, hogy itt várjuk a zöld lámpánkat, én leállítom ezt a kocsit, íme, és újraindítjuk, hogy lássuk, hogy azért minden kigyullad rajta, és minden el is alszik, el is aludt, az emberke is, a légzsák is, meg minden. Töltésjelző van itt, fogyasztásmérő, szemüvegtartó, és ha fölnéztek, akkor fekete színű a tetőkárpitozása is, teljes sötétség van itt a gépbe. A váltó ilyen rövid úton közlekedik, mint a jófajta sportautók esetében. Lehúzom az ablakot, hogy halljátok a hangját. Kipufogol, nagyon szépen duruzsol. Kicsit odaléptem, remélem, hogy hallatszódik belőle valami. Hát eszméletlen módon megy, különben nagyon-nagyon jó vele autózni. Mentem vele autópályán is, és rendkívül kellemes, ahogy még ha lassan megyünk, akkor is egy ilyen 80-100-as tempóba egy ilyen kellemes, nagyon mélyről jövő, ilyen hátulról jövő ilyen duruzsolás jön, és ez nagyon jó érzés. Hát nagyon feszes amúgy a futóműve, fekszi az utat. Nagyon jó. Nagyon élvezem. Nagyon tetszik. Na szóval, akkor meg is érkeztünk. Igazából annyit tudunk csinálni, hogy megnézzük, hogy van-e hátrameneti fokozat benne. Van benne. Ajaj. Van itt minden. Minden történés. Na, a történés a következő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Gyertek el hozzánk az M3 autóparkba. Tudjátok, hol vagyunk, Budapest, 15. kelet, Szent Mihály út 90 számba. Köszönöm, hogyha ezt megnyomjátok. Legyen szép napotok, a viszontlátásra!